A vizsga megkezdése előtt fél órával az utolsó diák is megérkezett a Vajda János gimnáziumba, hogy számot adjon matematika tudásáról. Az iskola 92 diákja mellett mintegy 20 fő érkezett, hogy itt tegye le emelt szintű érettségiét. Matematikából 68 ezeren középszinten, több mint 5 ezeren pedig emelt szinten vizsgáztak országszerte. Az érettségi vizsgákat szigorú járványügyi intézkedések mellett tartják, stábunk ezért nem készíthetett felvételeket az épületen belül. Egy teremben legfeljebb 10 vizsgázó tartózkodhat az érettségik során. A tanároknak kötelező, míg a diákoknak ajánlott a maszkviselése. A 180 perces középszintű matematika érettségén a diákoknak 2 feladatlapot kellett megoldani. Az első feladatlapon valószínűség és százalékszámítás, módusz, medián és szögek szerepeltek, a második, hosszabb és összetettebb feladatokból álló részben egyenletrendszer, síkgeometria, gráfok, százalékszámítás és logaritmusok kerültek a vizsgázók elé. A vizsgázók többsége kihasználta a rendelkezésére álló 180 percet. A televíziónk által megkérdezett érettségizők szerint nehéz volt a mai matematika vizsga. A Keszthelyi Közgazdasági Technikum diákjai több érettségi feladatsort oldottak meg az elmúlt hónapokban, ezekkel összevetve ítélik nehéznek az idei feladatsort. Az első részben a 12 feladat, úgy azt mondom, hogy az úgy könnyű volt, az úgy jól ment. De a második részben, ahol a legelső feladat részben ott kellett 4-et megoldani, abban 4-ből 3 azt szerintem jól ment nekem, meg a többieknek is, és ahol a legvégén meg ki kellett választani a 3-ból 2-t, ott meg egyiket azt szerintem sokan nem tudták megoldani, mert ilyet nagyon csináltunk. Meg aztán tényleg elmet szerintem, hogy teljesen fölkészül magára az érettségre, főleg így oktatásban. A Keszthelyi Közgazdasági Technikumban 61 tanuló érettségizik, 24-en emelt szintű vizsgára vállalkoztak, közülük 10 fő közgazdasági ismeretekből. A tanárok azt tapasztalták, hogy jó hangulatban, felkészülten kezdhették meg a tanulók az idei érettségi vizsgákat. A tanáraink az elmúlt időszakban ilyen kiscsoportos érettségi felkészítő foglalkozásokat tartottak valamennyi tantárgyból, de felajánlották online formában is a gyerekeknek, akik éltek ezzel. Egyénileg is megkeresték a tanárokat mindenféle fórumon, akik segítettek nekik. Hát én a magyar nyelv és irodalomról úgy gondolom szakosként, hogy megoldható feladatot kaptak a gyerekek, és jó hangulatban távoztak az intézményből, mind a pedagógusok, mind a gyerekek. De hogy mi lesz ennek az eredménye, ez nyilván akkor fog kiderülni, amikor majd kijavították a tanárok. A mai napon a matematika érettségi folyik, egy kicsit nagyobb izgalommal érkeztek a gyerekek a matematikára, de feltételezem, hogy ezt is sikerrel meg fogják oldani. Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik. Szerdán a történelem írásbelikkel folytatódnak az érettségik. A Keszthelyi középiskolákban összesen 295 tanuló tesz vizsgát.